Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, egy aktív kézilabdázó és egy volt válogatott labdarúgó a vendégünk itt a mai helyzetben, Egressy Gábor és Cina József, doktor Cina, melyiket szeretnéd, József? Szerintem jó, Cina simán József. Jó lesz. Mert hogy új szelek fújdogálnak Budakalászon, ahol ugye már 4 éve van felnőtt NB1-es kézilabda csapat, és gondolom, hogy ott helyben teljesen egyértelmű, hogy Gábor, te erre a sportágra adtad a fejed, vagy ide orientálódtál, de szerintem a nagy közönség számára te egy volt elég jó ballábas focista vagy, aki hogy csöppent bele a kézilabdába? Üdvözlök mindenkit. Hát úgy csöppentem bele, hogy a pályafutásom végén már gondolkoztam, hogy melyik a jobb nekem, az edzőség, vagy pedig a vezetőség. Azt hittem, hogy melyik a jobb, hogyha lábbal rúgod, vagy ha kézzel rúgod. Az még az elején volt, hogy utána kerültem oda, hogy elvégeztem TF-en a sportmenedzserét, és lediplomáztam, és utána nem mondták azt, hogy csak a labdarúgással foglalkozhatok, és hát Dárdi Pali barátomon keresztül, aki támogatta az akkor még Szentendrei Kézilabda klubot, ő kért. Dárdai Pali támogatta a Szentendrei Kézilabda klubot? Hát az ő cégcsoportja, akik Magyarországon különféle fejlesztésekkel foglalkoztak, ők támogatták ezt a Szentendrei Kézilabda klubot. Ez egy amatőr sportegyesület volt, az NB1B-ben volt akkor a kézlabda, de elég kezdetleges volt, és akkor nekem ez nagyon jó, megmondom őszintén, tanuló pénz volt ebből a szempontból, tehát nagyon szívesen mentem, tehát kijöttem az iskolából. És gondoltad, hogy megmártózol egy kicsit a sportvezető? Igen. Tudsz egyetlen kézizni? Nagyon jó, nagyon jó cunderem van, nagyon jó kezes vagyok, úgyhogy nagyon jó cunderem van, de még nem látta senki. Elhisszük. Józsi, te meg kettős szerepben vagy. Vagy leszel, de most már vagy, hármas, ugye? Szerintem. Hármas, mert van neked egy civil munkád, meg játszol is még a csapatban, ugye csapatkapitány vagy, és most az igazgatóság tagja lettél, és ugye ez már része annak, hogy most valami újat próbáltok hozni. Hát igen, én is köszöntöm a kedves tévénézőket, és köszönjük a meghívást. Ugye igen, hármas szerepkör lesz, úgy néz ki. Ez volt a 4. szezonom játékosként Budakalászon, és a kezdetektől fogva a civil szférában is tevékenykedtem. Ugye bár jogászként végeztem, de az értékesítés és a befektetések volt az, ami igazán testhez álló volt számomra. És ugye itt a tavalyi szezonban már körvonalazódott, hogy új vezetés lesz a klubnál, itt elsősorban a Gábor személyében. És egy év végén május körül megkeresett engem a Gábor, hogy mi lenne, hogyha új szerepkört is vállalnék a csapatnál. Ugye ezt Gáborról tudtam, hogy a számokban jó, és nagyon nagy szerepe volt már az elmúlt években is abban, hogy a klub gazdasági háttere úgymond meg lett teremtve. És mit vár tőled? Ugye egyrészt, hogy még azért a pályán gondolom bizonyítsál, de azon kívül is most már kell valamit. Majd ezt elmondja Gábor is. Ugye hát Gáborról tudtam, hogy egy nagyon szép sportolói múlt áll mögötte. Ugye ő futballista volt, vagy futballista jelenleg is szívében. És ugye utólag elmondta, hogy az egyik legfontosabb érv az volt, amellett, hogy hasonlóan gondolkodunk, hogy mégiscsak a kézilabda közegében, hogy onnan érkezem, vagy még most is ott vagyok, és az a, hát ki sem merem mondani hány éve, már vagy 20 éve legalább. És abból a legsikeresebbek, úgymond a szegedi évek voltak, nem? Azért, úgy gondolom, hogy igen. Azért igen. Elég sok jó ebbé egyes meccset lejátszottál ott Szegeden. Igen, tehát 3 évet töltöttem. Igen, talán azok voltak a legszebb évek, akkor játszottam a legmagasabb szinten, úgy gondolom. Mit lehet perspektívaként egy ilyen kis klub elé tűzni? Mi az elvárás veled szemben, magaddal szemben? Ugye már az is egy kisebb fajta csoda volt, hogy NB1-be került a csapat, aztán 3 éven keresztül, sőt, ugye volt egy nemzetközi kupa szereplés is, egy EHF kupa, az NB1 folyamatosan megvan. Mi az újabb cél? Hát az újabb cél az, hogy minél több fiatal. Tehát most is, hogyha megnézzük az előző bajnokságot, 4 olyan fiatal játékost adtunk másik csapathoz, ami szerintem megsüvegelendő. Úgy gondolom, hogy ez lehet a célunk, egy
tényleg most közhelynek hangzik, de egy kis Ajaxot Magyarországon megvalósítani, ahhoz mondjuk kellene a nemzetközi eredmények is, meg minden, de rengeteg olyan fiatal játék. A BL elődöntőt kell játszani. Az egy. Az Ajaxnak az hát, nem mindig úgy a labdarúgásban se úgy alakult az Ajax, de igen, tehát én azt mondom, nemzetközi szinten azért a kézilabdában sokkal könnyebb oda kerülni, azt azért hozzáteszem. Mi is első évesen tényleg negyedikek lettünk, és Anastasunával Spanyolországban játszottunk egy nemzetközi mérkőzést, ami óriási élmény volt mindenki számára. Egy újabb lépcső, újabb belekóstoltunk olyan dolgokba, amit előtte nem. Tényleg én 2011 óta vagyok ott a csapatnál, amatőr szinten indítottuk el az egészet, ahhoz képest szerintem elég jól fölépítettük, van 200 utánpótlás játékosunk, 7 csapatot indítunk most ebbe az évbe, rengeteg olyan fiatal játékos játszik nálunk, aki mondjuk Füreden nem tud játszani, vagy Balatonbogláron, és oda jön hozzánk, mi játék lehetőséget adunk, ebből a szempontból a szakma, mert én azért is gondoltam a Józsira, mert a szakmában én nem szeretnék beleszólni semmiféleképpen. Én inkább a gazdasági része, minden más, tehát imádtam az egészet, mind a buszrendeléstől kezdve a felszerelés vásárlásig, tehát én ezt globálban csináltam idézőjelben egyedül még az annó, aztán most már azért meghaladná idézőjelben a képességeimet, mert azért már rengeteg dolog, amire oda kell figyelni. Picit a szakmára térjünk vissza meg az igazolásukra, ugye adtatok játékost az elmúlt fél évben Tatabányára, Tatabányára, Csurgóra, de azért valaki mellett nem menjünk el szó nélkül, mert egyébként a sajtó egyáltalán nem ugrott rá. Pedig, igen, de volt Budakalásznak egy Koncz András nevű játékosa, aki az, ami volt, és azt gondolom, hogy ugye ez NB1-es kézilabda fanok nyilván tudják, kiről van szó, de ő egy BL csapathoz igazolt, a Sevehofhoz. Na most azért a sok BL szintű kézilabdázója jelen pillanatban sajnos nincs a magyar kézilabdázásnak, úgyhogy Koncz András ekkora tehetség, hogy ő a Bajnokok Ligájában is tényleg bontogathatja a szárnyait? Hát én azt gondolom... Azért nézek rád, mert Gábor azt mondja, hogy a szakmához nem szól hozzá, tőle ezt nem kérdezem. Azt gondolom, hogy tehát mindenképpen nagyon sok tartalék van az Andrisban. Az elmúlt egy-másfél éve azért neki is döcögősebb volt, ezt ugye sérülések is tarkították neki. Itt úgy gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség, amit mindenképpen meg kellett, hogy ragadjon. Ez mindenképpen a javát szolgálhatja a fejlődésének. Ez ugye azért köthető volt jó részt az Emil Berggrenhez, aki ugye nálatok. Korábbi játékosunk volt, így van. Aki ugye tényleg azon szezonjára emlékezett az Andrisnak, amikor tényleg szárnyalt. És ezt a meghívást is én úgy gondolom, hogy erre alapoztam. Akkor élni kell a lehetőség. Igen, én azt gondolom, hogy nagyon jó helyre fog kerülni az Andris, és tényleg olyan közegbe, ahol tényleg egy más szemléletet tudhat majd magáénak. Na most, ami viszont a Budakalásszal kapcsolatos és fontos, ugye rólatok azt lehet mindig olvasni, hallani első körben, hogy szinte, sőt, kizárólag magyar játékosokkal próbáltok erősíteni, dolgozni, magyar edzői páros dolgozik, ráadásul két fiatalember, ugye Forgás Gyuszi és Józsa Máté, tehát ez oda van írva a kis zászlóra, hogy már pedig mi a magyar bázist erősítjük? Zászlóra nincs odaíró, de úgy gondolom, hogy ez a saját életemből is az jött, hogy sokkal jobban szerettem különben a fiatalokat, tehát az átlag éreszkor is 23 és fél év volt az előző évben, amit játszottunk. Egyedül a Mazák Martin, aki már elvileg onosítunk, tehát folyamatosan. Ilyen szlovák, magyar, inkább magyar szerintem már. Abszolút, nem úgy értem. Meg minden gyerek is, minden itt van, úgyhogy csak a papíroknak a behozatala van idézőjelben most egymás után, de igen, tehát én úgy gondolom, hogy szerintem ez egy jó, hogyha meg tudjuk azt csinálni, hogy tényleg fiatalokkal, és hát azért a rutinos játékosok azért szerencsére megmaradtak, tehát azért vannak nem csak fiatalok, mert csak fiatalokkal szerintem azért nem lehetne megélni az NB1-be, de nagyon örülünk neki tényleg, hogy ilyen játékosokat is be tudtuk építeni. Nagyon remélem, hogy a magyar kézilabdának ez nagy előnye lesz, úgyhogy mi nagyon örülünk mindenkinek, aki idézőjében tőlünk följebb tud. Azon gondolkodom, igen, hogy tulajdonképpen most már akkor két ilyen vonal lesz az NB1-ben, ugye a Tatabánya nagyban, gyakorlatilag a válogatott játékosok gyűjtőcsapata, és a Budakalász egy szinten lejjebb ugyanezt próbálja, nem ugyanezt a mintát. Ez működhet? Tehát lehet így stabil NB1-es csapatot csinálni? Az nem gyenge a magyar bajnokság. Igen, ez egy nagyon jó kérdés.
Ugye, amit mondott Gábor, emellett mindenképpen ki szeretnénk tartani, hogy az igazi profit az lehetne az ilyen hozzánk hasonló kluboknak, és ugye nekünk, hogy fiatal magyar játékosok komoly számú játékpercet szereznek, és stabil tagjaivá válnak egy NB1-es klubnak, és adott esetben, ha egy-két szezon után elérik azt a szintet, akkor egy ilyen klubban, mint például a Tatabánya továbbállnak, vagy adott esetben... Nagy Bence példája mutatja, hogy így van, ez működhet. És hogyha arra alkalmasak, később akár a magyar nemzeti válogatott... Hát ezt meg azután mostani 21-es VB-ben látjuk, hogy mekkora szükség van tehetséges, hogy nagy legyen a merítés tehetséges fiatalokra. Bocsánat, hogy belétek folytottam a szót, de sajnos lejárt a műsoridőnk, pedig hát lenne még bőven miről beszélni, úgyhogy nagyon sikeres idényt kívánok nektek immár vezetőként. Köszönjük szépen. Köszönjük és köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek a figyelmet. Köszönjük, viszontlátásra. Köszönjük.